Szevasztok tesók! A Sötét Lovag az egyik kedvenc filmem, és szerintem sokan vagyunk még ezzel így. Heath Ledger Joker alakítása páratlan, és szerencsére Joaquin Phoenix megmentette a karaktert, és kaptunk egy új, nagyon jó Jokert, de Heath Ledger Joker egy kicsit más jellegű Joker volt, ami örökké pótolhatatlan marad a filmművészetben Ledger halála után. Éppen ezért fájó, hogy Christopher Nolan rendező óriás egy írtózatos nagy baromsággal teljesen elhitetlenítette a sötét lovagot, ráadásul ez a hiteltelenség pont a Jokeren bukik ki, és belőle csinál hülyét. De miről is van szó? Arról, hogy Harvey Dentnek seggála van, Bruce Waynenek pedig nincs. De ez miért is baj? Nézzük a film cselekményét. Batman ugye szétfenyíti Gaten bűnözőjét, akik emiatt már nem tudnak nyugiban bűnözni, és megbízzák Jokert, hogy iktassak ki nekik a batman -t. Joker ezt úgy akarja elérni, hogy embereket öl, amíg Batman fel nem fedi az igazi arcát Gatemnek, hogy ki is ő, és végül Bruce Wayne, azaz Batman már megtörni látszik, és a sajtókonferencián ki is akar állni, hogy hát kérem szépen én vagyok a Batman, miattam ne halljanak már meg itt többen, de ekkor Harvey Dent bedobja, hogy ő a Batman. Büszkén, kiával, seggállával. Harvey ezután elviszik egy rabszállítón a Joker a nyomába ered, de az igazi Batman elkapja, és ezután már nyilvánvalóvá is válik mindenki számára, hogy nem Harvey a Batman, a probléma viszont több dologban gyökeredzik. Az egyik az, hogy Harvey és Batman a film elején egy tetőjelenetben szemtől szemben beszélgetnek, tehát tudják egymásról, hogy az egyetlen része Batmannek, amit a jelmeze nem takar, az pont az álla, és hogy pont ebben a vonatkozásban igencsak eltérnek egymástól kimondottan szembeötlően, Harveynak ugyanis iszonyatos nagy seggálla van egy hatalmas kráterrel a közepén, míg Batman álla sima, mint egy biliárdgolyó. És azt is nagyon jól tudják, hogy a Joker Batmannel szemtől szemben állt azon a bálon vagy rendezvényen, ahol Harvey csaját kidobja az ablakon, és diszkivilágításban nagyon jól láthatta, hogy Batmannek nincs seggála. Harvey pedig ezerszer szerepelt a nyilvánosság előtt és a tévében, ahol látszott, hogy neki van, tehát a Joker ezt tuti nem fogja bekajálni. Tehát Bruce-nak a sajtókonferencián oda kellett volna rohannia, és szólni Harvinak, hogy ez nagyon szar terv, és még csak le sem kellett volna leplezze magát, mint Batman, hiszen ő is ott volt az említett bálon, mondhatná Harvinak, hogy hát ott látta a batman és kész. De oké, okay, erre egy magyarázatot, hogy hát ez egy szar terv, amin a Joker át is lát, mert a jokernek, ahogy később kiderül, az volt vége a terve, hogy elkapják, szemtől szemben beszélhessen a Batmannel, miközben az emberei elkapják Dentet, meg Dent saját, aki Batmannek is egyrészt gyerekkori barátja, meg valamiféle Plátói szerelme is egyben, és akkor ezzel jól szétszophat mindenkit, ami az egyik fő hobbija. Persze azt nem tudhatjuk pontosan, hogy ez volt a Joker terve, mert azt tudjuk, hogy Joker kiválóan improvizál, és az is lehet, hogy a film szerint simán bekajálta, hogy Harvey a Batman, aztán amikor elkapták és rájött, hogy nem, akkor gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez, de minden esetre ez még lehetne egy mentő a filmnek. Viszont sajnos Joker a szobában nem röhög a Batman képébe és mondja azt, hogy hát basszalak meg, de ne vértesom, néztél már tükörbe? Neked sima állad van Harvinak meg seg, úgyhogy nem tudom, hogy hihetted, hogy én ezt beszopom. Ehelyett azt mondja, hogy egy pillanatra bizony ő is elhitte, hogy Harvey lehet a Batman, főleg az alapján, ahogy a bálon a csaj után vetette magát, amikor kidobta az ablakom. Tehát jól látható, hogy ez irtózatosan nagy és fájó hiteltelenség, hogy az őrült, de zseniális Joker, aki egy furmányos, totál hibban, de elképesztően csavaros esztű főgonosz, kiváló megfigyelő képességgel és emberismerettel, nem bírta meglátni, ami keveri az ember szemét, hogy Harvinak seggálla van, Bruce Wayne-nek, azaz a Batmannek meg nincs. Nyilván az egész a rendező Nolan hibája erre neki kellett volna figyelnie, ha már annyi apró részletre odafigyelt a filmben, amiről konkrét elemzések vannak fent a Youtube-on, például az a videó, amiben a csávó 0.25-ös sebességen, tehát a negyedére lassítva nézte meg a filmet, és arról beszél, hogy minden apró részletre figyeltek a filmben. Minden apró részletre, kivéve arra a hatalmas kráterre áronek Eckhart állám. És el lehetett volna sminkelni Harvey állát, ha mindenképpen ezt a színészt akarták a szerepre, vagy utólag digitálisan elmaszkolni azt a krátert, vagy csak simán olyan maszkot tervezni Batmannek, amit akarja az állat, de nem, és ez sajnos teljesen hitelteleníti a filmet, ami pedig ezen kívül minden részletében kiváló, de ez egy olyan szarvas hiba, amivel többé nem tudom komolyan venni. Neked mi a véleményed? Feltűnt már neked ez a hiba? Vagy tudsz esetleg rámondani valami olyan magyarázatot, amitől újra nézhetővé válik a film? Ha igen, akkor ne tartsd vissza, hanem írd le kommentben. Amúgy, ha pedig tetszett a videó, akkor toljad rá nekem a kúrólájkot, és iratkozz föl. Na hello!